tisztázzuk az, hogy mint magánember beszélünk itt veled, ugye? Igen, mint Falusi Norbert gyűjtöm a könyveket egy gondolom nemes cél érdekében. A történet ott kezdődött, hogy évek óta járok ki Erdélybe, ott egy nagyon kedves barátot tettem szert, egy lelkész barátra. Péter Barnának hívják, és vele évek alatt kialakult kapcsolatom révén kezdtem gyűjteni a könyveket. Miért kezdted el gyűjteni? A legutóbbi alkalom, amikor kint voltam náluk, akkor egy faluban, a Magyar Berétel nevezető falucskában elmentem egy idős bácsihoz, akit Györgyi bácsinak hívják, egy időközben vele megismerkedtem, és ott az esti pálinkázás és kolbászevés közben a unokái felolvastak nekünk egy verses kötetből, és amikor megkérdeztem, hogy milyen könyveket olvasnak még, akkor azt mondták, hogy ez egyetlen egy könyvük van mindösszesen. És hirtelen nem is tudtam, hogy ez mit jelent, amikor este lefeküdtem, visszamentem a parókiára, és ott Barni barátommal beszélgettem, akkor döbbentem rá, hogy milyen hiány szenvednek időnként az emberek a világban. És ebben a falucskában nincsen könyv. Ez a két gyermek arra döbbentett rá, hogy valamit tegyek ért. Ez egy 180 fős falu mindösszesen, ahol a gyermekek egymás között cserélik az egyetlen egy vagy egy pár darab könyveket, amit tudnak olvasni, és ennek kapcsán kezdtem el gyűjteni a könyveket. Milyen könyveket kezdtél el gyűjteni? Első körben olyan tervem az volt, hogy egy 80-100 darab könyvet fogok összegyűjteni, amit elbírok vinni a hátizsákomban, két zacskóban, ugyanis mindig vonattal közlekedek ki Erdélybe. Ennek kapcsán körbeírtam egy kör-e-mailt a barátaimnak, akik jelezték vissza, akkor van egy pár könyv. Az első könyv az egy 1001 éjszaka meséi című könyvecske volt, ezzel indult el tulajdonképpen a könyvgyűjtési mozgalom. A fellelkesülés pedig akkora volt, hogy egy Pilis megyéből egy kicsi településre felajánlott egy idős úriember egy kicsi buszt is ahhoz, hogy elvigyük a könyveket, amely odafajult, hogy körülbelül amit 7000 darab könyvet sikerült összegyűjteni a 70-80 darab helyett, és ezt már ősszel, szeptember végén el is vittük. Olyan mennyiségű könyv volt ez, hogy nem egy faluba sikerült eljutatni a könyveket, hanem 7 darab faluba elvittük a könyveket. Ebből a 7 faluból 3 faluban volt már kicsi könyvtár, ezeket tovább bírtuk bővíteni, viszont 4 faluban, ami nagyon-nagyon lelkesített, hogy a nullából hoztunk létre könyvtárat. Hogyan fogadták? Valahol megdöbbenéssel, sírással, nagyon jó minőség, nagyon jó pálinkával és nagyon nagy szeretettel, viszont összegezve azt kell mondanom, hogy nagyon meghatódott volt mindenki. Mind a mi részünkről is a fogadtatás, az egy valami felséges emberi megnyilatkozás volt, ugyanis egy kicsit egy összeborulás volt. Mindenki mindenféle sérelmét, mindenféle kérdését félretett, és azt érezték, hogy valami csoda történik, ahogyan a Barni barátom is fogalmazott egy újságban, egy Erdélyi Lapban, azt mondta, hogy a csoda megszületett és folytatódik. Hát most egy kicsit térjünk ki, nyilván az elején azért kérdeztem, hogy magánember beszélünk itt, mert én hallottam, hogy az út folyamán egy érdekes társaság belülött össze, és gondolom erre utaltál, hogy egy csoda született. Igen, az út közben itt nagyon sokféle ember volt, aki voltak budapesti barátaim, voltak Pilisből, voltak Bács megyéből és Kecskemétről is, akik elindultunk erre a szép útra. Egy barátunk úgy fogom, hogy egy misszió indult el, viszont út közben kiderült, hogy itt nagyon sokféle típusú ember van. Többek között volt például a buszsofőrünk, a Birkás, ahogy csak így egymás között neveztük, ő volt egy jobbikos úriember volt, akkor aki a buszt felajánlotta, az pedig egy fideszes képviselő volt, közben volt egy idős hölgy, aki katolikus volt, de baloldali érzelmű volt, és én is, mint LMP és zöld aktivista vettem részt, és az első pillanatokban voltak fullas félrenézések, és mindenki a sztereotípiában gondolkodott, de amikor az út közben elindultunk és beszélgettünk, és egymással egymás élményét megosztottuk és meghallgattuk, akkor döbbentünk rá, hogy ez mindennél többet számít, tehát ha a párpolitikát nagyon könnyen félre lehet tenni, hogyha egy jó érdekében mozdul meg az ember. Térjünk vissza a könyvekre, hogy most nem hiába nálunk itt a Széchenyi István vendéglátó Pari Szakközépiskola könyvtárában. Miért vagyunk itt? Igen, itt amikor kivittük a könyveket, utána fontosan találtam, hogy egy gyűjtőjét is találjunk, ugyanis eddig én a szobámban, a pincében,
gyűjtöttem a könyveket, viszont fontosnak találnám, hogy a jövőben egy állandó gyűjtőpontot találjunk, ahol szét tudjuk szelektálni a könyveket. Az első körön, amit kivittünk, ott probléma jelentett az, hogy a könyveket nem tudtuk szisztematikusan szétválasztani egymástól, inkább ömlesztve kerültek ki. Most a jövőben, hogy most már felajánlották ebben az iskolában, hogy legyen egy gyűjtőpont, akkor szisztematikusan, mármint, hogy szépirodalmi mesekönyveket külön-külön dobozba tudjuk összegyűjteni, és annak megfelelően fogjuk tudni majd szétosztani, és amikor elvitelre kerülnek a könyvek. Hogyan látod, milyen könyvekre van szükség kint a határon túl? Nagyon színes. Valaki, inkább az idősebb korosztály talán a szépirodalmat keresi, a fiatalok között viszont már felmerülnek kimondottan konkrét kérdések is. Tehát a napi életünket meghatároz akár pszichológiai jellegű könyvek. Tanárok jelezték, hogy fontos lenne egy-egy új lexikon, amelyet a kutatásokat tudnak beépíteni. Nyelvkönyvekre is nagy igény volt. Vittünk ki az előző körben már angol-német nyelvű könyveket is, de erre egyre nagyobb igényt látunk, hogy ott is szükség van. Hogyan álltok most? Most folyamatosan jelentkeznek már magánszemélyek, intézmények is jelezték, hogy vannak újabb könyvek. Ha az a tavaszi mozgalom és misszió ismételten lángra kap, akkor szerintem újra több ezer könyvet fogunk tudni eljuttatni határon túlra. Nem csak Erdély most már a fő úti célpont, hanem azon határon túli települések, ahol szükség van és jelzik ezt az igényüket, akkor oda is el fogjuk tudni juttatni a könyveket. Nyilvánvalóan nem hiába vagyunk itt. Mit üzennél mondjuk a tévénézőknek, esetleg internetnézőknek? Ha van egyetlen egy könyvük is, amit tudnak mellékelni, akkor ezt juttassák el a határon túliak számára. Itt nem a mennyiség számít, itt igazából inkább az, hogy az adományozás, a jó értelmet adományozás, amely minden egyes ember lelkében benne van, és ez az első útunk is az vitat a számomra, hogy az emberek szeretnek adományozni, és jól esiknek az adományozás. Én azt gondolom, hogy nem mennyiséget kell nézni, mert ugyanis a határon túli szórványtelepülésekben elsősorban ott minden könyv egyet többet jelent számukra, ami nekünk viszont lehet, hogy éppen nem jelent semmit sem.